Az Ajka Padrakú táncegyüttes a 20. évfordulós Vajdaszentiványi Nemzetközi Tánctáborban vett részt augusztus 7-től 13-áig. A tábornyitó augusztus 7-én este 9 órakor kezdődött a Vajdaszentiványi hagyományos néptánccsoport műsorával. Másnap reggel 10 órakor kezdődött a tánctanítás 3 csoportban. A kezdőket Horváth Gábor oktatta, a középhaladókat Kósa Ruben és Dombi Péter, a haladókat pedig Hajdú Flórián és Varga János, aki a tábor szervezője is volt. A táborban zeneoktatás is zajlott, amit Horváth Elek helyi zenész oktatott. A tábor ideje alatt minden este program volt a szabadtéri színpadon, az első este a Táncművészeti Főiskola táncosai és a Vajdaszentiványi Hagyományőrző csoport adott műsort. A második este dr. Varga András néprajzi előadása és Puci Kozák Ernő barátai adták a műsort. Thank you.
A harmadik este pedig a környező faluk hagyományozó csoportjai szórakoztatták a közönséget és a táborozókat. A negyedik este pedig a zalaegerszegi csüntöktánc együttes műsora volt. Az utolsó, azaz a záró este programja pedig a szokásos regruta felvonulás, amin a táborozók is részt vettek, este pedig a zalai tánc együttes műsora zárta a programot. Awesome.
A táborban emellett zajlott népdaltanulás Varga János tanításával. Részt vehettek fafaragáson és festésen a táncosok és a zenészek, valamint minden este a helyi zenészek muzsikáltak, és a helybéli táncosok is részt vettek az esti mulatságon.